Szervusztok! Szombat délután van, valamivel több mint 5 óra, és én ígértem nektek, hogy valószínűleg ezen a hétvégén fogok egy rendkívüli bejelentkezéssel. Eh, itt lenni állatok az interneten, eh, a Facebook oldalamon. Ennek teszek most eleget, igyekszem nem túl hosszan, bár maga a téma az rendkívül érdekes. Az előadásaimban rendszeresen visszatérek rá nálatok is, hogy tudomásul kell vennünk, hogy a média felület, a média megjelenés, a minket Magyarországon körülvevő információs környezet, ha azt tudatosan nem módosítjuk benne az arányokat, akkor 95-98 százalékban több száz kesma médián keresztül, a köztelevízión, az MT-n keresztül azokat a híreket, álhíreket, Megtévesztő híreket, és az emberek számára kifejezetten káros híreket hallgathatjátok, amit Orbán Viktor és az ő NER csapata kitalál a számunkra, annak érdekében, hogy ez a bűnszervezkezet zavartalanul tudjon működni. Azért ezek átgondolt hírek. Átgondolt hírek, mert tudja Orbán, hogy az ő hatalma, csak azon az alapon, hogy hatalma gyakorol, nem tartható fönt. Kell neki az az egy másfél két millió embernek a megtévesztése, akik számára, akik, akik érzik, hogy a gondjuk van a megélhetésükkel, de úgy gondolják és azt hallják minden oldalról az Orbáni rendszerből, hogy Orbán nélkül sokkal rosszabbul élnének, ezért számukra az a jó megoldás, ha elmennek választani, választásokra, és Orbánra szavaznak, és mindenképpen ellene vannak, az magyarországi ellenzéknek, legyen a civil szervezet, ha kritizálja az Orbáni hatalmat. Ennek kapcsán mondta el mindig, hogy igen, is meg lehet tanulni az ilyen hír környezetben is, az úgy, mond, úgy szokták mondani, a sorok között olvasni, persze a tévét néztek, vagy videófelvételeket láttok, akkor ugye nem feltétlenül az olvasásra kell gondolni, akkor a mondatok között megtalálni a valós tartalmat. Enélkül ugyanis el lehet veszni ebbe az információs környezetben. Külön képzési órát szántam erre, de most egy rendkívüli bejelentkezés ismét egy nagyon jó példát adott arra, hogy föl kell figyelni, ha valami olyan történik Magyarországon, amit úgy igazából első gondolatra nem értetek, vagy nem értünk. Ilyen volt a múltban, néhány évvel ezelőtt egy vagy két évvel ezelőtt, amikor az Orbáni rendszer elindította az egyetemek magánosítását. Tehát amikor olyan alapítványok, először is egy biztos helyezett, gancellárt helyezett az egyetemekre, az a gazdálkodással fölötti hatalmot jelentett az egyetemeken és főiskolákon, annak érdekében, hogy onnan szerezzenek be mindent, ahonnan Orbán Viktornak és a bűnszervezetének jelentős több lett gazdasági haszna van. Ugye, mert mégis a felsőoktatásra pénzt kellett fordítani. De ez rendben van, gondolhatná az ember, ez teljesen összhangban van Orbán Viktorral és a csapatával. Miért akarja még az oktatást is befolyásolni, a rektor kinevezéseket befolyásolni? Miért hoz létre egy olyan alapítvány, amely utána önmaga gyakorolja a hatalmat, átadva neki az állam által az alapító jogokat? Miért teszi oda csak azért, hogy a magyar első oktatás színvonala rendkívül alacsonyá és kártékonyá váljon. Hát ezért is, mert Orbán Viktor kutatása ugye mindenképpen mutatták, és mutatják, hogy a magassan képzett korosztályban, a diplomások körében az ellenzőinek az aránya 75-80 százalék. Tehát minél magasabb képzettséggel rendelkezik ebben az esetben korcsoporttól függetlenül. A magyar társadalom annál nagyobb az Orbáni rendszer elutasítottsága, hát nem meglepő, mert annál nehezebb ezeket a főket, az emberi főt, az emberi gondolkodást becsapni. Ez az egyik ok. De abban az is igazolt, hogy az összes vagyont átadta ezeknek az alapítványoknak, és itt már egy kicsit az ember elgondolkodhatott, hogy hát olyan nagy hasznot nem tud húzni abból, hogy mondjuk a Corvinus Egyetem, vagy az ELTE esetében az egyetemi épületek ebben a magán alapítványokba e, kerültek, mert ugyanez egy olyan ezer milliárdos nagyságrendű, az összes egyetemi vagyont együtt értve, ezer milliárdos nagyságrendű összeg, de mégiscsak azt kell mondani, hogy ezt hogy nem rögtön piacképes, tehát nem úgy van, mint a Szihát intézetből a betegeket Orbánék kirakták, és majd most annak az ingatlan ügyletéből lesz egyfajta gazdagodás. Bár ezt lehet, hogy hosszabb távon az egyetemekkel is el lehet végezni. A ezzel együtt azonban annak idején felfigyeltetek rá, és sajnos nem sokan figyeltünk, vagy figyeltetek fel rá, hogy az Európai Unió bejelentette, hogy a következő 7 éves időszakban, ezer milliárd eurós nagyságrendet akar fordítani az Európai Unió felső oktatásainak a fejlesztésére, mert egyébként tudományos célsan ismert tény, tehát ma már bizonyítás sem igényel, hiszen már bebizonyosodott, hogy az oktatásban való fejlődés, befektetés után lesz egy adott térség gazdasága a legfejlettebb el ugye látni, csak úgy példaként említem meg, most nem fogom hosszabban magyarázni, hogy Dél-Korea, aki egy igen szegény ország volt, és ugye egy nagyon nehéz körülmények között háborús helyzetben van ma is, ma béke megállapodás, csak fegyverszünet észak kóriával mégis a világ egyik legfejlettebb és leggazdagabb államává vált. Mikor dél koreába jártam, akkor egy picit utána néztem az ottani oktatásnak, ez is egy terület, amely engem kifejezetten izgat évtizedek óta, a fél családom pedagógus pályáról indult, és maga és rengeteg egyetemen tartottam előadást, itthon és külföldön, és óraadóként is a Corvinus Egyetemen, úgy tetszik, címzetes egyetemi docentse vagyok az egyetemnek. Tehát ez egy nagyon fontos terület, és megkérdeztem, hogy Dél-Koreában az adott korosztály, aki egyébként ugye egyetemre járhat, hány százaléka jár egyetemre azoknak a fiataloknak, akik ebbe a korosztályba esnek. Tartok egy kis hatásszünetet, hogy gondolkodjatok, tippeljetek, és nem fogjátok eltalálni. Legalábbis szerintem. Több mint 80 százalék. Mert Dél-Koreában rájöttek arra, hogy ma már a traktor. Az nem az a traktor, amit egy ilyen vezetés technikán meg lehet tanulni, hanem a traktorok van a mezőgazdaság, igazi mezőgazdasági gépeiben egy informatikus mérnök és egy agrármérnök ül. Ha egyáltalán beül és nem távolról irányítja azokat a mezőgazdasági folyamatokat. És ma már a Tarus Dél-Koreában, 90%-ában nem egy mi fogalmunk szerinti darukhezelő, hanem szintén egy informatikus és egy építészmérnök. Mert az építkezések kapcsán olyan precizitással kell a daruknak a helyére emelni az egyébként már kész épület elemeket, amiből dél építkezik. Tehát erre Európai Unió rájött, és azt mondta, hogy két ezer, azt hiszem, hogy több ezer milliárd eurót fog fordítani, és ebből fogja támogatni a 27 tagországban a felső oktatást. Az Orbáni rendszer rögtön összeült, hogy hát ennek nagy részét el kell lopni, hát ez egy óriási pénz. Ez még a Magyarországra eső Éves felzálkozati támogatással is versenyképes, esetenként az meghaladó összeg. Hát akkor ne kelljen nekünk ezzel sokat foglalkozni. Az összes egyetem, minden jelentős, akinek a fejlesztésére majd ezeket a forrásokat szálljuk, legyen az Orbáni rendszer által bekebelezett, akár magánosított, még akkor is, ha alapítványnak nevezi, de az alapítványnak minden tulajdonosi jogot örök életre átadó Orbán rendszer. Hát ez most megbicsaklott, mert az Európai Unió azt mondta, hogy nem csak az Erasmus programot és a, a, tanároknak a Horizon programját, az a kutatási programját nem finanszírozza, hanem ebből látható, hogy amíg ez az alapítványi rendszer van, addig ezekből az ezer milliárdos eurókból sem fog Magyarország kapni, illetve az alapítványi egyetemek egészen biztosan nem. Tehát itt próbálkozott Orbán, felkészült rá, Egyelőre ez most Zsák esett. De történt a 2022-es év végén, majd idén januárban egy különleges esemény. Egy másik olyan terület, ahol ha nem is feltétlenül az uniós pénzek, bár az unió e területen szintén ezer milliárdos támogatási programot hirdetett meg. Na mit gondoltok, melyik ez a terület? Hát az energetika területe. Ugye, ahol az orosz agresszió miatt, bár nem csak amiatt, mert már azelőtt drasztikusan elkezdtek emelkedni az energiaárak, rá kellett rá kellett ébredni az Európai Uniónak, és ha úgy tetszik, akkor Magyarországnak is, hogy az egyik legnagyobb kiadása az Európai Uniónak, ahol kiadása van több, döntő többségében és nem bevétele, az az energiaterülete. Az energiában az Európai Unió és Magyarország is, gyakorlatilag nem önnellátó, vannak néhány országok, mondjuk Norvégia, többi, akinek szerencsés az ilyen földrajzi helyzete, és önnellátó, de maga az Európai Unió gazdaságnak az egésze az importra szorul, függőségi viszonyban van. Ezért ezen a területen egyrészt diversifikálni, ami azt jelenti, hogy teríteni kell, hogy sok helyről tudja a különböző energiákat behozni, de fejleszteni kell a saját energiállátását is, ilyenek a megújuló energiaforrások, mert azért az az Európai Unióban is nagyon nagy teret tud nyerni, tehát erre nagyon sok pénzt fog fordítani. Orbánék a válságban rájöttek arra, mint minden válságban, hogy a válság arra is alkalmas, hogy valamire ráfogja, hogyha ott az emberektől pénz von el, Bénc lop el, a saját hatalmának és a rendszerének, a bűnszervezetének a gazdasági és politikai megerősítésére pénz von el, akkor az embereknek azt mondhatja, akik látják, hogy ez rettenetesen megdrágult, hogy ez megnehezítette az életüket, Na ezeken a területeken azt tudja mondani, hogy hát nem tehetünk semmit, mi nekünk nincsenek jelentős magyar energiaforrásaink, nekünk ebből importálni kell, próbálkozunk, megpróbálunk először orosz beszerzésekből, ugye kedvezőbb áron hosszú távú szerződéseket kötni, de hát látjátok, milyen a világ, meg szankciókat vezettek be, és ezért ugyan a világpiac járnak a 3-5 vagy 15 szörös ér kapják, mondjuk az elektromos energiát az önkormányzatok, de mindenképpen az elektromos energia esetében a magyar bekerülés jár 10-15 szörös a vállalkozások önkormányzatok, Ennyiért kapnak energiát, de ezt nem tudják az emberek kiszámolni. Még a vállalkozások sem nagyon látják át, csak azt érzik, hogy a versenytársai sokkal olcsóbban kapnak energiát. Tehát ott válságra lehet hivatkozni, azaz lopni lehet. Mert a bűnöst, ami a, a bajodokért felel, az Orbán Viktoron kívül kell kezden, ke keresni. Persze nem ott kell. És ekkor az orbáni rendszer azt mondja az energia területén, most van egy kis problémánk. Nem is olyan nagyon kicsi. Az Európai Unió beerősített. Önmaga már nem akar Oroszországtól vásárolni, és bár nagyon sokan becsülték, hogy három-öt év lesz, míg gyakorlatilag a Nulla környékére fogja a különböző energiaimportjait, foxilis energia, importjait, energia inge, gáz, olaj, elektromos áram, szén, stb. beszerzéseit az orosz területekről nullára fogja csökkenteni, vagy 5-10%-ra, ahol az már olyan alacsony, hogy ott már olyan tárgyalási pozíciója van a piacát elvesztett orosz területekkel, hogy ott nem fognak tudni vele szembe semmilyen politikai vagy más nyomást gyakorolni az agresszor Oroszország vagy Putyin elnök ezt körülbelül egy év alatt, az elmúlt egy évben, három-öt év helyett az Európai Unió Magyarország kivételével végrehajtotta. És az már most látszik, hogy a hátralévő egy év a jövő télig, az bőségesen elég lesz ahhoz, hogy gyakorlatilag ezzel a zsaroló potenciával Putyin elnök az Európai Unióval szemben már nem tud semmit sem tenni. De egyre kellemetlenebb Orbán Viktornak, hogy mi viszont ezen a területen megszerezte a kivételeket, innen szerzi be Magyarország a forrásait. De nem azért kellemetlen, mert hogyha itt nem szerezhetné be, akkor Magyarországon nem lenne energia, hiszen Magyarország is be tudná szerezni máshonnan. Hanem ahhoz a korrupciós rendszerhez, a bűnszervezet azon finanszírozásához, eh, ahhoz, eh, amelyben lényeges, hogy a beszerzési forrás, Valós árát ne ismerjük meg, hogy ott, ha titkosítanak egy szerződést, az titkosítható legyen. A unióval kötött megállapodások egy uniós beszerzések esetén ilyen titkosításra nincsen lehetőség, mert az unió kiadja a pontos adatokat, hogy mennyiért vásárolunk, és onnantól már nehéz ennek a többszöröséért eladni mondjuk azt az energiát a magyar vállalkozási körnek, mint amennyi az uniós beszerzés, beszerzés volt. Ezért az Európai Unió közös elektromos energia beszerzéséből Orbán Viktor felmentést kért. De azt is látta, hogy Oroszországgal ezek a kapcsolatai, ahonnal valószínűleg ezel milliárdokkal gazdagodott az előző évben, egyre kellemetlenebbé válik. Ezért szüksége van. Egy másik olyan beszerzési forrása, ahol ezt a korrupciós rendszert zavartalanul tovább tudja működtetni, és amely ország bár korrupt és gazember, és a saját népét elnyomja de nem fog tudni agressziót elkövetni a világban, nyomjából a a szomszédján kívül senkivel sem, az Európai Unió vagy Ukrajnával, vagy a NATO-val konfliktusba kerülni, ezért ilyen típusú szankciókra nem lehet a velük szemben, nem lehet vele szemben feltehetően számítani, de a korrupciós szintet, a rendszert, ami az Orbáni rendszer fenntartásának nélkülözhetetlen eleme, folytatni lehessen. Ennek érdekében komoly lépéseket tett Orbán Viktor és a NER. Erre szeretnék nektek most egy kis példát rámutatni. Be fogok hozzá játszani be fogok hozzá játszani egy videót, eh, ami a, talán, ha az én előmondataimmal együtt figyelitek, eh, akkor fogjátok, érte, fogjátok érteni, hogy eh, ez a rendszer, tehát miképpen működik. A videó első része Azerbajdzsánról szól egy picit, hogy azt a partnert, akire most Oroszországból áttelepíti az Orbáni rendszer a magyar energiabeszerzést, hogy az az ország pontosabban lássátok, hogy az milyen, és az miért tökéletes Orbán Viktor számára. Utána jön az Orbáni bejelentés. Azerbajdzsán. A Freedom house méri a világon a szabadságjogokat, és egy százas skálán pontozza az egyes országokat. A százas skálán az Azerbajdzsán kilenc ponttal az egyik sereghajtó. Az elnöke 2003-ban az apjától vette át a hatalmat, majd rögtön utána, mert addig Azerbajdzsánban is úgy szólt, a a fáma, hogy két ciklus lehet csak egy elnök hatalmon, ezt a korlátot eltörölte. Alább, amit most olvashattok, azt lehet látni, hogy mint minden diktátor, hogyan alakítja ki a vagyonát. A hihetetlen nagy vagyonát, amely több szempontból fontos, a hatalomfenntartása érdekében is nagyon fontos, de azért is, hogy ő és a családja, az nagyon magas körülmények között élhessen, és ha ne talántán megbukik, akkor visszavonulva semmit ne kelljen változtatni az életszínvonalán. Az Ebbazsán elnökében tehát itt most látjátok, egy pillanatra megállítom a vetítést, hogy otthon a családja, az egész család hírességek szempont, hírességekként működnek, vagy mennek a világban. Előtte láttátok, hogy Dubajban, Londonban dollár milliókat, tízmilliókat, milliárdokat érő vagyontárgyak ingatlanokkal rendelkeznek, és ezek csak a már feltárt vagyontárgyai, vagyontárgyai is. De ami miatt lehet, egy pillanatra tovább Viszem, és úgy fogom megállítani még egyszer, hogy Orbánnal, ha egy picit odörnéztek a hírekben, akkor Orbánnal rá fogtok ismerni, hogy tanul Azerbajdzsán elnökétől, hiszen a családi tulajdonba vette az elnök Azerbajdzsán legnagyobb vállalatait, bankokat, építőipari cégeket, aranybányákat, telefontársaságokat. Nem tudom, hogy érzékelitek-e ezt, ezt a fajta hasonlóságot. Orbán bűnszervezete számára az Erbáján elnök a legkívánatosabb üzleti partner, ha a NER bűnszervezete a saját családja folyamatos finanszírozásához akár ezer milliárdos közpénz uniós forrást akar elrejteni, kiváltva az eddigi orosz utat, amelyre egyek, amely egyre kellemetlenebb a számára. Az első lépés az úgynevezett azeri zöld energia volt, decemberi hírekre kell visszagondolnotok, amikor bejelentették, hogy Törökországon tengereken több ezer kilométeren keresztül egy kábelrendszer kialakításáról, sok ezer, milliárd, sok ezer milliárdos beruházásról állapodott meg Orbán Viktor Azerbajcsánnal, hogy úgynevezett zöld energiát hozzon el Magyarországról a tenger alatt, tehát magyarul a magyar energiaimport e, e, jelentős bővülését és e, e, bővülését megfelelően legyen olyan hely, ahonnan az energiát úgy tudja az elektromos energiát az Orbán rendszer beszerezni, hogy azok a szerződések titkosak legyenek. És ahol meg tud állapodni e, az állam elnökével, meg tud állapodni Orbán Viktor és a rendszere úgy, hogy az elnök is saját gazdaság, gazdagodására fordítja a pénzt, Orbán is arra fordítja, és a hivatalos adatok pedig olyanok lesznek, amiért a két ország akar, amit el akar a saját társadalmával fogadtatni. Most január végén az Azeri elnök Budapesten járt. Orbán Viktor hét. Azaz 7 megállapodást kötött az azeri elnökkel, ebből az első, a zöld energiás elektromos áram volt. Hamarosan bejátszok egy hírt, ami a elmúlt napokban jelent meg a köztelevízióban, és amelyből látjátok, hogy mi lehet a második megállapodás. Még, még, idén megindulhat a földgáz a Magyarországra, Azerbajdzsánból, jelentette be Szijjártó Péter. Év végéig 100 millió köbméter földgáz is érkezhet, később akár az éves fogyasztásunk 10-20%-a is jöhetne Azerbajdzsánból. Ehhez olyan fejlesztésekre lenne szükség, amihez az Európai Unió hozzájárulása is kell. Azt szeretnénk, hogyha minél több magyar és azeri gazdasági szereplő tudna profitálni a két ország közötti stratégiai partnerségbe. A stratégiai partnerség fontosságát hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter a Magyar és Azeri üzleti fórumon. Szijjátó Péteri jelentette be, hogy még az idén megindulhat a földgázszállítás szállítás Azerbajdzsánból Magyarországra. A miniszter azt mondta, 2023 végéig mintegy 100 millió köbméter földgáz érkezhet, ám a években akár hazánk éves gázfogyasztásának 10-20 százaléka is jöhetne a kaukázis ország. Ból. Ehhez olyan komoly fejlesztésekre lenne szükség délkelet kelet európában amelyekhez az Európai Uniónak is hozzá kellene járulnia. Azt gondoljuk, hogy ez klasszikusan egy brüsszeli feladat, hogy biztosítsa azt, hogy a dél európai térségben a finanszírozási források rendelkezésre álljanak az infrastruktúrális fejlesztésekhez. Hiszen, hogyha az Európai Unió komolyan gondolja a földgázellátás diverzifikálását, komolyan gondolja új források, bevonását az európai földgáz ellátásba, akkor Európai Uniós forrásokat kell adnia ahhoz, hogy a délkelet európai infrastruktúrát fejleszteni lehessen. A tervek szerint a gáz Azerbajdzsánból, Georgián, Törökországon, Görögországon, Bulgárián és Románián keresztül érkezhet Magyarországra. Ez azt is jelenti, hogy a jövőben megerősödik Azerbajdzsán szerepe hazánk energiabiztonságában. Ez az is hozzájárulhat, hogy a MOL tulajdonosként is jelen van a kaukázisai ország piacán. A résztulajdonában lévő ottani kőolajmezőből származik például... A vállalat termelésének mintegy 15%-a. Azt, hogy már idén megindulhat az azari gázszállítás Magyarországra, az is elősegítette, hogy január végén gázmegállapodás kötött a két ország szakminisztere, miután Orbán Viktor találkozott Ilham Aliyev azari elnökkel. Mindenki tudja Európában, hogy erre a helyzetre, amiben most élünk, az egyetlen bíztató válasz a diversifikáció. Minél több forrásból, minél több útvonalon kell energiát szállítani Európába. Elemzők szerint Közép-Európa földrajzi és történelmi okokból nagyon kitett az orosz földgáznak. Alternatívát jelentene a román Neptun-Deep gázmező és az azeri gáz. Előbbi kitermelés azonban még nem indult meg, Azerbajdzsánból viszont komoly, több ezer kilométeres infrastruktúra igénye van a gázszállításnak. A kaukázusi ország rendkívül gazdag földgázban, a Kaspi-tengeren található földgázmezőből olyan mennyiséget tud Azerbajdzsán kitermelni, ami valóban csökkenthetné Európa gondjait. Hát remélem, hogy ez a kis bejátszást az én előszavaimmal együtt figyelitek meg, vagy nézitek meg esetleg majd újra ezeket éreket, akkor valóban fogjátok érteni, hogy ha átgondoljuk, hogy miért is akar egy tőlünk több ezer kilométerre lévő országból eh, Orbán Viktor egyébként egy rendezetlen politikai hatalommal rendelkező országból, ami egyébként a szomszédjával háborúban is áll, hogy miért onnan akarunk mi elektromos energiát vagy most gázt beszerezni. Ugye, az ember érzi ilyenkor, hogy ennek valamilyen szempontból szaga van. Ez így nincs rendben. Itt valami ott van mögötte. De ha összekötjük az híreket, és ha együtt nézitek meg, hogy ez miből eredhet, akkor meg lehet érteni. Azért lehet, mert Azerbajdzsánban egyeduralkodó van, egy önkényuralmi vezető van, akinek a családja ugyanúgy működik, és ugyanolyan bűnszervezetet tart fönt, mint Orbán Viktor. És akivel ez az üzlet, a két keresztapaként, ha úgy tetszik, a két keresztap esetében ez megköthető. És ameddig ők ketten hatalman vannak, addig feltétlenül nem is bukik le. Lehet, hogy az Európai Unió beavatkozik, és azt mondja, hogy nem fog finanszírozni ezen a területen semmit, vagy Magyarországon a magyar befektetéseket mégsem fogja finanszírozni, de igazából feltárni, nagy nyilvánosság elé hozni, lehet, hogy csak politikakokból, nem, mert azért a titkosszolgáltoknál ez nem annyira nehéz feladat, de mindegy. De hogy nem fogják. Itt a két hatalom, a két hatalmi diktátor családi vállalkozása, aki egyfajta családi vállalkozásként irányítja a saját országát, és a saját pénztárcájaként kezeli a saját országába befolyó jövedelmeket, akár otthon termelik meg, akár máshonnan kapnak valamilyen jövedelmet, mint mondjuk mi az Európai Uniótól. Saját Akint kezeli, megfelelő módon fog tudni üzletelni, kizárva a nyilvánosságot és kizárva az ezzel szembeni felszólalás lehetőségét. Így talán érthetővé válik. Érthetővé válik, hogy miért ragaszkodtunk eddig Oroszországhoz, és miért ragaszkodunk még egy darabig Oroszországhoz, mikor állítólag mi a nagy bajban vagyunk. De a MOL... Minden eddiginél eddigi eredményét többszörösen vagy másfél kétszeresen meghaladó, rekord nyereségre tett szert, miközben a magyar családok nem tudták kifűteni a lakásukat. A mól egy nemzetközi vállalattá vált. De azért azt kell tudni, hogy eredendően a magyar állam egy személyes vállalkozása volt, abból alakult ki. És a magyar államnak a tulajdoni viszonyai rendkívül, a tulajdon joga még nagyon nagy arányú volt a mólon belül. Azon kívül a mól, miután monopól helyzetben van Magyarországon, a monopól szabályok szerint jogszerűen lehetett volna kialakítani egy olyan környezetet, amely nem engedi meg, hogy amikor az ország és az állam Polgárok, nagy bajban vannak, akkor ezen a területen óriási, minden korábbinál nagyobb nyereségre tegyen szert. Akkor ott tud működni a gazdasági versenyhivatal. Talán visszaemlékeztek egy rendkívüli bejelentkezésemre, hogy a mól piacán, mikor működt, mól piacán, kizárólag a saját kutyait és szerződés partnereit látta el üzemanyaggal, és hagyta tönkre menni a magyar kiskereskedőket ugye a magyar magánbenzinkutakat, magán akiknek a saját vagyonukból, korábbi felhalmozott pénzükből, ha volt nekik, abból kellett finanszírozni a minden jogs, jogszerűséget nélkülöző orbáni rendeletet, hogy adják át többletet a beszerzési árnál, akár adják olcsóbban az üzemanyagot a magyar állampolgároknak, a MOL számára ez nem jelentett problémát. Az éves eredmény mutatja, minden eddiginél. Talán, ha valaki még visszafigyel a mól egy korábbi nyilatkozatára, ami azt mondta, hogy csak orosz gáz, gáz vagy olajat tud földolgozni, és ilyen 6-800 millió dolláros beruházással kellene, lehetne csak elérni, hogy alternatív beszerzési forrásokból származó olajat is fel dolgozni. Ez önmagában nem volt igaz, már önmagában sem feltétlenül volt igaz, de az idei egyévi nyeressége ennek több mint két, adózás előtti nyeresége több mint kétszerese volt. Tehát fél év alatt egyszer akkor a nyereségre, amelyben ezt a beruházást akár végre is tudná hajtani, és úgy látszik, hogy nem is korábbi megtakarításaiból, hanem az adott időszak extra nyereségéből is meg tudta volna tenni. Tehát ha összehozzuk a híreket, rálelünk a valóságra. Rá lehet lenni a valóságra. Akkor megértitek, hogy Orbán Viktor és Szijjártó Péter most mire az Erbajzsánba jár. Ott talált gázt és elektromos energiát, aki ott talált egy diktátort, akivel meg tud állapodni, és ha úgy tetszik, akkor az orosz beszerzéseket át tudja helyezni egy olyan térségbe, amely nincs ebben a pillanatban az Európai Unió szankciós listáján. Tehát ahol egyelőre az korábbi galár üzemeit zavartalanul, esetleg még magasabb színvonalon is tudja folytatni. És akkor értitek, amikor Szíjától Péter miért mondja az, rögtönö megágyazva az Európai Uniós forrásoknak, hogy itt az Európai Uniónak az ehhez szükséges infrastruktúrás beruházásba be kellene szállnia? Persze kérdezem én, hogy miért is kellene? Ha az Európai Unió máshonnan is be tudja szerezni, megfelelő módon, egy év alatt ki is alakította a beszerzéséhez szükséges valamennyi terminált infrastruktúrát. Csak azért, hogy Magyarország szintén tudjon importálni és fönn tudja tartani a bűnszervezetét. De ezen átsiklik a magyar ember gondolata. De tiétek ne siklójon át. Viszont az Európai Unió azt mondta, hogy forrásokat fog biztosítani minden államnak, ahol kell, ott kikötőterminára, ahol kell, ott csővezeték kialakítására fog biztosítani, hogy az energiai ellátása biztonságosabb legyen. Ja, ha arra akar az Európai Unió biztosítani, ráadásul a felfüggesztett forrásokat, több ezer milliárdnál az Európai Unióval kötött előmegállapodások arról szólnak, hogy azt egyébként, hogyha leívhatóvá válik, elsődlegesen az energiarendszereink korszerűsítésére és az orosz függőség megszüntetésére kell fordítani. Hát akkor ennek kell megtalálni az útját, hiszen itt lehet majd az uniós pénzeket ellopni. Hát, hogy hogyan alakította ki hosszú évekre kereszt, azt hiszem ezt a címet adtam a mai bejelentkezéseknek, hogy folyamatosan hogy működik az Orbáni rendszer, és hogyan alakítja ki azokat az utakat, jelenleg az hogy úgy tetszik, ahol folyamatosan egy kényszer magyar kiadást a közpénzekben, évente ezer és ezer milliárdos kiadás jelentő összeget odafordít majd, ahol aztnak a felhasználását mi nem láthatjuk. Ahol azt ő el tudja titkolni, mert a másik fél pontosan akkora az ember, mint ő. Ezzel a gondolattal fejezném be a mostani rendkívüli bejelentkezésemet. Remélem, hogy gondolatébresztő volt, remélem, hogy megosztjátok, mert azért az Orbáni Gasságokkal, az emberek megtévesztésével szemben, az M1 Híradónak a közléseivel szemben az egyetlen eszköz, az alternatív híreket is látjátok, a valós híreket is látjátok. Köszönöm szépen azokkal, akik már most velem voltak, és köszönöm szépen, akik később nézik meg.